Sült kolbász kenyérrel, mustárral és erős paprikával, mindez papírtálcán tálalva. A régi időket felidéző retro majálist szervezett a Bonyhádi Gondozási Központ. Az intézmény vezetője azt mondja, az idősek nagyon örülnek és igénylik, hogy szinte havonta szervezzenek hasonló rendezvényeket. Igénylik a közösséget, a közösség jelenléte nagyon fontos a mindennapjaikban. Ígéretet tettem nekik arra vonatkozóan anyák napjakor, hogy még májusban egy jó nagyot bulizhatunk. Az időjárás is ezt ma lehetővé tette, és nagyon boldog vagyok, hogy nem csak a nappali ellátásban résztvevők, hanem az idősek otthonában élők is el tudtak jönni erre a rendezvényre, úgyhogy egy fergeteges bulit szeretnénk nekik szervezni, hogy hetekig tudjanak miről beszélni. Amikor én kislány voltam, akkor papírtálcán kaptuk a sült kolbászt, a kenyeret és a muster lenyomatot, és ezt próbáltuk visszahozni nekik, ezt az életérzést, ami ugye a 70-es, 80-es években volt. És a süteményt pedig ők maguk készítették, pohárkrémet készítettek, hogy a nehezebb étel mellé egy könnyebb desszert párosulhasson. Ugye az időjárásnak és az aktualizációnak megfelelően bódzaszörpöt, limonádét és persze kis rozét kínálunk föl nekik. Zselatin van a tetején, és a tetején dizsítve lesz. Nagyon jók a gondozók, sok változott dolgok vannak, sütünk közösen a vendégeknek, és jól érzem magam, nagyon jó a társaság. Csobot Istvánné 4 éve tagja a központnak. Szeretettel várnak, meghívnak bennünket, és szeretjük a társaságot. A régi ismerősökkel találkozunk sajnos itt, akik ugyanilyen korosak, mint mi vagyunk, sőt idősebbek is, akikkel már régóta találkozunk, és jókat beszélgetünk. Hogyha valami vásár is van, minden segítünk, akkor volt a farsanga, a tombola sorsoláson is, úgyhogy mindenhol aktívan egymódban itt vagyunk. Nagyon sok szeretetet, nagyon-nagyon-nagyon, mindenki üdvözöl szeretettel, csinálják ezeket a szép kis összejöveteleket, és nagyon szeretünk ide jönni a férjemmel együtt. Jó étvágyat! Jó, köszönjük! Én azt mondom, hogy teljesen feloldódott ez a rendszer, és annyira jó, hogy visszatértek a mindennapjaink, hogy ugyanúgy velünk vannak napi szinten. Nincs meg az a távolságtartás, ami a Covid nagy része alatt megvolt, meg kellett lennie, és ez egy felemelő érzés, hogy ismételten kontaktálhatunk személyesen egymással. Terveink mindig vannak, hiszen a nyár folyamán az egyik legfontosabb rendezvényünk a meglepetés kirándulás, amikor nem áruljuk el nekik, hogy hova fogjuk invitálni őket. Ez elengedhetetlen. A strandra kaptunk ismételten meghívást, hogy minden héten meglátogathatjuk jutányos áron a Bonyhádi strandot. Fontos, hogy pályázni szeretnénk ismételten a Virágos Bonyhádért pályázaton. Részt vegyünk, hogy megmutathassuk a város lakóinak, hogy az idősekkel közösen milyen szép udvart is bocsájtunk a városlakói számára.